Új év, új rockphone. Gyakorlatilag hagyományá vált nálunk az, hogy mindig megnézzük a legújabb rockphone-t. Mióta van ez a Shortcut csatorna, azóta ilyen nagyon rövid kis unboxing élményt mutatunk nektek, hiszen ezeknek a telefonoknak azért elég durva az unboxing élményük. És ebben az évben nagyon gondolkoztam rajta, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel, de mikor felhívtam az Asus-t, vagy egyesek szerint Asus, akkor azt mondták nekem, hogy Jani, ezt nagyon meg akarod nézni, mert ez nagyon más, mint az eddigiek. Úgyhogy nézzük, hogy milyen lett a ROG Phone 8, ami állítólag nagyon más, mint az eddigiek. Hát, a doboza az nem lett különb, mint eddig, eléggé, hogy is mondjam, felhívja magára a figyelmet. Azt mondja, pull down. Igen. És akkor... akkor nézzük először a kiegészítőket, mindig azt szoktuk megnézni. Ez valami... ez mi? Valami puha. Valószínűleg lesz itt valami, amit még nem láttunk, hogy mi, és annak a kis tárolója. 65 wattos töltőfej. És itt van a következő generációs aeroaktív cooler, ami már generációk óta különleges dolog, és ahogy én a külföldi visszajelzéseket, illetve a magyar visszajelzéseket is látom, ez tényleg működik. Ez van benne, akkor valószínűleg az... ennek lenne a... kérlek szépen benneteket, az aeroaktív coolernek a kis tasakja. Itt van maga a telefon. Itt van még egy alsó rejtett fiók, ami így kicsúszik. És abban a szent pillanatban szerintem ebben lesz a top. Ott a szintű és a tok. Nézzük akkor magát a telefont, mi az, ami rögtön feltűnik, miben új a ROG Phone 8. USB Type-C csati. Jó, mondjuk az nem annyira. Oké. Ez igen. Na, ez tényleg sokkal letisztultabb. Mint amit eddig láttunk. Most itt van nekem a ROG Phone 6 egyébként. Teljesen mindegy, és igazából ha visszaemlékeztek, azon poénkodtam a 7-esnél, hogy vajon kiveszi észre a különbséget. Ugyanúgy néz ki nagyjából, de hogy ugye ez volt az az úgymond félig meddig gamer design, amit mindig tartott az Asus, és most ilyenre cserélték le. Pont ezt magyarázták nekem, hogy az a terv, hogy ebben az évben a ROG Phone 8 ne a legjobb gamer telefon legyen, vagy ne egy gamer telefonként induljon itt a piacon, hanem egy felső kategóriás telefonnak szánják, és hát azt kell mondjam, hogy ez az anyag még gumikesztyűn keresztül is nagyon jó. Ha megnézzük a tetejét a két telefonnak, akkor látszik az, hogy mennyivel lesarkítottabb az új, és ami rögtön szembe tűnik, hogyha így ránézzünk, az, hogy mennyivel keskenyebb lett a káva. Ugye a ROG Phone 7-nél, meg a ROG Phone 6-nál is egyébként nagyon felismerhető volt az, hogyha messziről ránéztetek egy ilyen telefonra, az, hogy milyen vastag itt a káva, és ugye ide rejtették a hangszórókat, amiatt amúgy nagyon jó hangjuk is volt. Na most fogtál magad, és most először szerintem a széria történetében a külön kamerát, tehát az előlapi kamerát belesülyeztetik a kijelzőbe, és hát tényleg ilyen kompaktabb lett az egész, és amúgy sokkal, de sokkal vékonyabb ez a telefon. A ROG Phone 6-nak egyébként a vastagsága majdnem megegyezik a 7-tel, de látszik, majd kiírom úgyis a számokat nektek, hogy a ROG Phone 7-hez képest mi a különbség. Brutál vékony lett a teló. Alul ugye itt egy USB-C portunk van, jack csatlakozó, továbbra is. Itt vannak az AirTrigger gombok, ugye ezeket már bemutattuk az előző videóban, hogy ugye ezeket be lehet szépen mappelni a játékokhoz. Illetve van ez az USB-C csatlakozó itt az oldalán a telefonnak. Ez meg ugye amiatt van itt, hogy az aeroaktív coolert oda tudjátok csatlakoztatni. Na nézzük, kapcsoljuk be! Mert ez mindig olyan izgalmas szokott lenni az eleje. Snapdragon 8 Gen 3 proci van már benne, természetesen a legújabb, és ugyanúgy egy demo videóval kezdődik, mi az összes? Tehát azért csak nem hagyták el ezt a gaming aspektust. Kementsük az ROG City-t. Plesz. Micsoda? Please touch the X icon on the package. Micsoda? Már megint egy ilyen connected doboz van. Ott a sensor zone, látjátok srácok itt? Ide kell érintsük. Azaz. Anime Vision.
megkapjuk a csípeket. Amúgy rohadt jól néz ki a kijelzője a telefonon, most mindenféle viccet félretéve. Még nekem tetszik, hogy lehagyták a kávát. Pa pa pa! Fel kell töltsük az engine-t. Ez az! Átmentünk a magon. Itt vagyunk benne. Flip the phone to its back and insert into the left side of the packaging. Na vártok egy kicsit. Ja, hogy itt van egy kis LED kijelző a hátulján a telefonon, amit eddig nem láttam. Ja, jó. Szerintem ennyi is volt, végig is értünk ezen a cuccon. Most le tudnák klónozni az előző Asus telefon, de itt van a felülete, a gyári felülete. Én azt látom, így első kibontásra, hogy tényleg igyekszik az Asus elhagyni ezt a nagyon gamer vonalat, de amikor ilyen intrót csinál egy telefon setuphoz, hogy nem tudom, az elmúlt 5 percben ezen mentem keresztül, felteszem a kérdést, hogy ez mennyire okés. Ettől függetlenül a telefon kinézete tényleg sokkal letisztultabb, mint az eddigi ROG Phone-ok. Valószínűleg az segít rajta, hogy sötét is, meg tényleg letisztult, meg nincs itt ez a kijelző, ami szerintem nem sok embernek fog hiányozni, hogy őszinte legyek veletek, viszont ez a kis rejtett LED kijelző, hogy? Még egyszer ezt meg akarom nézni. Ta-da-da-da-da-da! És akkor itt tudjuk szerintem elérni a konzolon belül, hogy milyen módban vagyunk. Természetesen itt is van X mód, azt látom. Amikor ugye felhúzza a procit, meg minden maxon pörög. Á, itt van! Anime Vision. Na most bekapcsolom. Ott is van. Ez annyira jól néz ki. Tudom, hogy nagyon bugyután hangzik most ez, de ez annyira jól néz ki. Esküszöm nektek, hogy ez sokkal látványosabb, mint az előző telefonon ez a kijelző, ez a csík kijelző. Ez peak design. Ez nagyon tetszik. Ezen felül természetesen nem csak ennyi az újdonság a telefonban. Ahogy mondtam nektek, jó néhány dolog változott. Na most az egyik dolog, kezdjük azzal, ami talán negatív lehet. Az egyik az, hogy kompaktabb lett a telefon, vékonyabb lett a telefon. Rögtön felmerült a kérdés az emberekben, hogy na jó van, de akkor basszus valószínűleg jobban melegszik. Na most leváltották az előző hűtés megoldás, ugye ebben egy ilyen egész, konkrétan egy aktív hűtőt láthatunk, nem a 6-osban, bocsánat, a 7-es ROG Phone-ban aktív hűtőt láthattunk, tudjátok, hogy ki tudott nyílni, és akkor az aeroaktív coolerrel együtt gyönyörűen lehet, vagy tudott hűlni. Most egy ilyen újfajta anyagot használnak a hűtéshez, ami állítólag hasonló képességekkel látja el a telefont, mint a 7-es ROG Phone, attól függetlenül, hogy egy vékonyabb valamiről van szó. Természetesen ehhez hosszabb tesztek kellene, hogy ezt tudjuk nektek igazolni, erre most nincsen idő, illetve ez most egy annyira korai lehetőség az Asus-tól, amit nagyon köszönünk, hogy konkrétan benchmarkokat se tudok nektek mutatni, meg még azt sem tudom megmutatni, hogy milyen képeket csinál a telefon, mert mindenről le vagyunk tiltva. Valamint mivel vékonyabb lett, tehát valamit fel kellett áldozni, ezért az akkumulátor is kisebb. És hát ugye évek óta arról beszéltünk, hogy ezekben a ROG Phone-okban milyen jó, hogy a 6000 mAh-es aksi benne van, végtelenségig bírja az akkumulátor. 5500 mAh-es aksi került ebbe a mostani ROG Phone 8-ba, de a mérnökök elmondása szerint ez az aksi pontosan ugyanannyi ideig bírja, mint a 6000 mAh-órás aksi, mert úgy tudták optimalizálni magát a chipet, meg az egész hardvert. Az egyik legnagyobb újdonság, ami szerintem elkerülhetetlen lesz így 2024-ben, az az AI újdonságok, amikkel rendelkezik a telefon. Az Asus telefonokban van ez az Armory View. Isten, igazából a játékok közben ugye feljön ez az Armory felület. Na most ez több dolgot is tud most már nekünk figyelni. Két játékban implementálták az úgynevezett X-Sense szolgáltatást. A Genshin Impact-ben és a Honkai Star Rail játékban. Itt azt figyeli az AI, hogy mi történik épp a kijelzőn, és automatikusan felveszi a játékban a tárgyakat nekünk, ha szeretnénk, ez nagyon fontos. Automatikusan tud nekünk futni a karakterre, hogyha szeretnénk. Tehát konkrétan belenyúl a játékba most már a telefon, ha szükségünk van rá. A másik ilyen AI-os újdonság pedig az úgynevezett AI Grabber, ami annyit tesz, hogy ha játszunk egy játékkal a telefonunkon,
és mondjuk elakadunk, vagy nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. Értelemszerűen a játék kijelzőjén, vagy a UI felületén vannak szövegek, és például az is ott lehet, hogy éppen hol vagyunk. A Genshin Impact megint egy példa, ezt be is vágom nektek, hogyha egy adott régióban vagytok, és nem tudjátok, hogy merre kell menni, vagy mit kell csinálni, akkor az AI Grabber segítségével gyakorlatilag kimásoljátok a szót, felismeri a szavakat a képernyőn, és kimásoljátok, hogy ti itt vagytok, ez a küldetés, és a Google-ben tudtok keresni, hogy akkor ott mit lehet csinálni. Gyakorlatilag én ezt mondanám nektek, hogy ez inkább egy ilyen gimmick. Én valahogy kétlem, hogy ha valaki elakad egy játékban, akkor hirtelen az AI Grabber segítségét fogja segítségül hívni, de sosem lehet tudni. Illetve egy új kamerarendszert kapott a telefon, hogy ne csak az AI-os dolgokról beszéljünk. Minden évben, erről beszéltem is nektek, minden évben egyre jobban figyelt arra az Asus, hogy versenyképes legyen a gamer telefonunknak a kamerája. És idén ezt a Hyper Stabilization funkciót, ami kifejezetten most a videóra vonatkozik, hogy mennyire tudja kistabilizálni nekünk a videót, ezt tovább fejlesztették, és az AI segítségével most már még jobb, illetve, hogy még egyszer elővegyük az AI kártyát, 30-szoros digitális zoom van a telefonban, egyébként 3-szoros optikai zoom, és ami a lényeg, 10-szeres, és most figyeljetek, mert ez a lényeg, AI zoom van benne, ami hát bizonyos AI, generatív fill AI cuccokkal fel tudja skálázni a képünket, és nagyon éles képet kapunk, ha minden igaz. A kijelzőről is érdemes pár szót említeni, egy 2500 nites kijelző van most jelenleg a ROG Phone 8-ban, ami hát az elég durva, 6,78-szoros AMOLED kijelző, tehát OLED kijelző. Hát én szerintem így a képi világra, meg a színekre nem lehet panasz, az biztos már egy első használatkor sem. És még egy dolog, amiben világ első az Asus, ugye szeretnek ilyen rekordokat dönteni, az pedig a vízállóság. Ez az első gamer telefon, ami IP68-as vízállósággal rendelkezik, tehát teljesen bele lehet dobni akár a vízbe is, akkor sem lesz semmi baja. Ugye az előző modellek esetén ez azért nem lehetett megtenni, mert ugye rajta volt a 6-oson is, meg a 7-esen is az aeroaktív portál, meg eleve itt is úgy volt megcsinálva a hűtés, hogy konkrétan belefolyt a víz. Az aeroaktív portál meg főleg befolyt a víz, konkrétan rögtön a procihoz, a chiphez folyt volna be a víz. És ugye mivel megszűnt ez a lehetőség, teljesen átalakították a hűtést, és vékonyabb lett a telefon, így le tudták jobban zárni az egészet, és most már IP68-as vízálló ez a telefon. De ennyi volt most a ROG Phone 8. Vannak benne újdonságok, értelemszerűen hardveresen teljesen megváltozott, nekem a design nagyon tetszik, nem tudom ti hogy vagytok vele, továbbra is ez a letisztult kis LED kijelző, és hát igen az, egy kis LED kijelző, ez annyira jól néz ki, hogy ezt órákig tudnám nézni, és mindenféle hülyeséget iratnék ki rá, de mindegy. Ez rohadt jól néz ki, a design azt mondom szerintem teljesen rendben van, a kamerát, ha tudnám, kipróbáltam volna, és elmondtam volna, hogy milyen, de sajnos azt nem tudtuk. A teljesítményre biztos, hogy nem lehet panasz, és megint egy olyan dolog, amit az idő fog megmondani, ugye az aksi idő, illetve az, hogy mennyire melegszik fel a telefon az új design miatt, azt nem lehet tudni. De majd a következő tesztekben biztos, hogy látni fogjátok. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, srácok. Ha tetszik, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha nem, akkor hát diszlájkoljátok is a videót. És találkozunk a következő videóban. Szevasztok!